Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Ennél a jóslásnál egy közös ingatlanról van szó, a volt férj pereltéged. Természetesen ez egy személyes jóslás Szemira számára. Hogy alakulnak a dolgok, azt most megnézzük ennél a kirakásnál. Ez a kép itt középen mutatja a jelenlegi helyzetet. A botok azok lehetnek itt támadások. Tehát erre számíthatsz, hogy ő perelni fog téged. A kártyáknak van szimbolikus jelentése, és ez a férfi ezen a képen mutatja a te tartásodat. Védd magadat. A hátad mögött van az ajtó. Te ezt bezárhatod, vagy kinyithatod. És próbáld meg figyelni az eseményeket, és akkor tudsz mindig reagálni. A hetes szám az a hold energiájával van összefüggésben, és a hold azt jelenti, hogy valami közeledik, tehát te kapsz egy hírt, de azt is jelenti ez a hold, hogy ügyelj az érzelmeidre. Ne legyenek félelmek vagy bizonytalanságok, hanem ha ő támad téged, akkor védd meg magadat. Most megtekintjük a következő képet. Ezen a képen látható egy fiatal fiú, a kezében egy arany érem. Itt anyagiakról van szó. Ezt vedd a kezedbe, és ügyelj arra, hogy ne legyen itt veszteség. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy ennél a bírósági ügynél lesz kiadás, de ez nem fog túl sokba kerülni. És most megtekintjük a következő képet. Ezen a képen látható egy angyal, itt lesz angyali segítség is, és utal a harmóniára. És ez a kártya azt közli veled, akkor is, ha a volt férjed támad téged, őrizd meg a belső nyugalmadat. Nem tud ő semmit tenni ellened, mert itt nem lesznek nagy viták vagy veszekedések, elég harmonikusan fognak lezajlani az események. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen a hold látható. A hold szimbolizálja az érzelmeket. Ügyelj a te saját érzelmeidre, ne legyenek félelmek vagy bizonytalanságok. A hold inkább visszahúzódó, te ne légy aktív, hagyd, hogy ő intézkedjen. Te csak annyit tegyél, ami tényleg fontos. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal egy csatára, a harc mezejére, és ez most ez a bírósági ügy. A képeknek van szimbolikus jelentése, és ez a férfi itt az előtérben téged vagy az ügyvédedet szimbolizálja. Magad mögött hagyod ezt a csatát. Győztesként fogsz kilépni ebből az eseményből. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látunk egy tolvajt. Ennek két jelentése van. Az egyik az, hogy a volt férjed szeretne valamit ellopni tőled, ami nem az övé, hanem a tiéd. De ennek a kártyának van más jelentése is.
Ezt úgy is láthatod, hogy ez a tolvaj elvesz valamit, mégpedig az előző kártyát, a harcok mezejét, ezt a bírósági ügyet. És ha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy ez az ügy nem kerül bíróságra, ő csupán félelmeket akar kiváltani nálad, vagy bizonytalanságokat, és ezért fenyegetőzik. Úgy gondolja, hogy te kifizeted őt. És most megtekintjük a következő kártyát. De azért ennek ellenére, hogy én úgy látom, hogy jóra fordulnak a dolgok, akkor is, ha ő fenyeget téged, kell, hogy legyen egy kapcsolat, aki segít neked. Ez lehet egy barátság, vagy egy ügyvéd, erre utal ez az utolsó kártya, a kettes szám is. Valaki, aki segít neked. Ez a kettes szám utal szerződésekre is. Figyelj oda, hogy milyen iratok vannak az ingatlannal kapcsolatban, és keres egy ügyvédet, vagy valakit, aki tud neked segíteni ebben az ügyben, de azért legyél visszahúzódó, neki erről nem kell tudnia, de így megvan a belső nyugalmad, mert te akkor mindenre felkészültél, ha esetleg ő a bíróságra megy, holott én nem gondolom, hogy ez a terve. Én inkább úgy látom, hogy ez egy fenyegetés, és nem lesz belőle bírósági ügy. Kedves Szemira, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. És most mutatok egy másik képet, ez most nem a jóslással áll összefüggésben, hanem közeledik a Valentin nap, és ezt az akciót most indítom, mert sok a megrendelésem, és ha kértek egy kedvezményes jóslást február 14-ére, akkor jó, ha időben megrendelitek, mert akkor megkapjátok február 14-éig. Ez egy kedvezmény, mégpedig egy szerelmi jóslás, és ehhez egy asztrológiai elemzés, és két horoszkóp összehasonlítása, mégpedig a szerelmi életet illetően, így megnézzük a párkapcsolatot, az ő horoszkópját is. A díjam 5000 forint. Kedves Szemira, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót és sikert ehhez az ügyhöz, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!